kimondottan félős gyerek voltam. Tudtam, hogy mik az álmaim, tudtam, hogy mit szeretnék elérni, de valahogy sosem mertem indulni az úton, sosem mertem a saját álmaim nyomába eredni. A társadalom sajnos úgy működik, hogy hajlamosak vagyunk véglegesnek tekinteni egy állapotot. Á, gyerek nem mert kockázatot vállalni, hagyni kell békén, nem meri csinálni, jó lesz ez így, jó lesz ez így. Egy nyári délután viszont fölhívtam Mátét, azzal, hogy alapítottam egy üzleti blogot. És hát így visszakérdezte egyből, hogy drága barátom, jól hallottam egy blogot, hát én úgy tudom, hogy ezt én lányok csinálják az amerikai filmekben. És ellen kellett, hogy mondjak, mert hát ez egy üzleti blog, ez mégiscsak egy komoly téma. És megkérdezte tőlem, hogy drága barátom, te mindig a jó dolgokat mondasz, most azt mondd már meg nekem, hogy ez miért éri meg nekem, hogy beszállok ebbe. És nem tudtam neki mit mondani, ez egy nagyon kínos pillanat volt. Nem tudtam neki azt mondani, hogy beraksz egyet, kiveszel kettőt, és a két időpont között majd eltelik ennyi idő. Ezt így nem tudtam neki megmondani. Viszont legbelül éreztem, hogy ez egy nagyon izgalmas kaland lesz, és egy nagyon komoly élettapasztalat, ami előttünk áll. A társadalom sajnos úgy működik, hogy hajlamosak vagyunk ugye véglegesnek tekinteni egy állapotot, és nem merünk változtatni azon, amit szeretnénk. Ez lehet, hogy hanyagságból történik, lehet, hogy megszokásból, lehet, hogy lustaságból, de rettegünk attól, hogy meg kell változtatnunk azt, amit megszoktunk. És éppen ezért, látszólag mindennek ellentmondva, óriási kockázatot vállaltam, amikor Patrikkal elindítottuk az üzleti blogunkat, és az egész karrieremet, minden álmomat a legjobb barátommal való közös munkára, és erre az ingyenesen bárki által elérhető felületre alapoztam. De tegyük fel meg a kérdést, hogy vajon ez mente volna kockázatvállalás nélkül? Valószínűleg nem. De az életet nem lehet biztonsági játékra alapozni, kockázatot kell vállalnunk, és mégis milyen kevesen tanulnak kockázatot vállalni szervezett keretek között? Van esetleg itt olyan a teremben, aki tanult volna szervezett keretek között kockázatot vállalni? Hányszor hallottam mégis, hogy de válj bele, kockáztas! Én két villettel találkoztam az életem során. Az egyik az azt mondja, hogy járt utat a járatlanra, fiam, azt sose cseréld. A másik pedig azt mondja, hogy aki mer, az nyer. És igazából igazság csak egy lehet, hazugság az, ami sok lehet. Úgyhogy elkezdtünk kutatni, és több mint 100 interjút készítettünk számunkra nagyon sikeres emberekkel, milliárdos vállalkozókkal, olimpikonokkal, vezető művészekkel, olyan emberekkel, akikre azt gondolom, hogy példaképként lehet tekinteni. És én azt gondolom, hogy ezek az emberek sikeres kockázatvállalók, mert elérték az álmaikat. Elkezdtük alkalmazni a tanultakat, és ahogy a történetünk fejlődött, a blogból először egy médiaügynökség lett, a médiaügynökségből egy zárt körűen működő részvénytársaság, és a zárt körűen működő részvénytársaságnak már kereskedelmi projektjei vannak, de most még csak ebben a pillanatban a történetünknek a legelején járunk, két barát és egy ingyenesen bárki számára elérhető blogfelület. Mintákat kerestünk ezekben az interjúban, és az első és legfontosabb az az volt, hogy el kell, hogy indulj, viszont ehhez kockáztatnod kell a biztonságérzetedet. Van egy olvasónk, Emese. Őről azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon félénk, nagyon introvertált, olyan szinten introvertált, hogy nem ismer beszélgetni emberekkel, hogyha az iskolában felelni kellett, akkor ő nem ment be. De rengeteg cikket olvasott rólunk, és a YouTube-on is rengeteg videó van rólunk, és ezt folyamatosan nézte, és egy ilyen baráti kapcsolatot feltételezett már közénk, hisz ő már minden rezdődésünket ismerte, ha bár mondjuk én még értemben nem láttam. És írt nekünk egy levelet, hogy van ez a problémája, és hogy találkoznánk-e vele. Természetesen örömmel fogadtuk az irodánkban, és megbeszélgetni kezdtünk. És arról beszélgettünk, hogy hogyan lehetne ezt feloldani, hisz ő nem mer beszélgetni emberekkel. Úgyhogy kerestem neki egy olyan helyet, ahol az emberek nem mernek beszélgetni, és azt javasoltam neki, hogy iratkozzon be egy spanyol nyelvtanfolyamra, hisz ott mindenkinek teljesen új szituáció lesz az, hogy meg kell szólni általa ismeretlen nyelven, és a nyelv szeretete viszont meg volt benne. Úgyhogy elment, és sikeresen kockáztatta a biztonságérzetét, elkezdett feloldódni benne ez a blokk. Hogyha kockára kell vetned a biztonságérzetedet, akkor viszont azt kell mondanom neked, hogy az emberekkel való kapcsolatodat is kockára kell vetned, és ez egy nagyon félelmetes érzés. Amikor kimondod az álmodat, én például amikor kimondtam, hogy írással, kommunikációval szeretnék foglalkozni, akkor a környezetem nevetett rajtam. Ügyes gyerek vagy te, de ez nem fog összejönni, ez nem sikerülhet, ezt hagyd a csodába, ez így nem lesz jó. És képzeljétek el, hogy elkezdtem és belálltam ebbe, az emberi kapcsolataim elkezdtek változni. Nagyon sok havert, nagyon sok barátot veszítettem el ezzel alatt a néhány év alatt, mert ezek az emberi kapcsolataim nem voltak elég erősek, egyszerűen nem morzsolódtak. De nagyon sok olyan emberi kapcsolatom is volt, ami viszont kiállta ezt a próbát,
és bebizonyosodott, hogy ezek az emberek elég közel állnak hozzám ahhoz, hogy higgyenek az álmomban. Úgyhogy kockára kell vetned az emberi kapcsolataidat, kockára kell vetned az emberek, a környezeted véleményét is. Kockáztatnod kell a pénzedet, amihez nagyon komoly kitartásra lesz szükséged. Amikor elindult a blog, azért ez nem úgy indult, hogy akkor rögtön mi milliómosok lettünk, vagy bármilyen a sikersztoriról be tudtam volna azonnal számolni, ez egy folyamat volt. És szépen először csak néhány tízezer, vagy néhány százezer, aztán már megjelentek a milliós tételek. Szerettem volna, de sajnos ezt nem még jobb autókra költöttük, vagy olyan dolgokra, amit mondjuk ilyen luxus kiadás lett volna, hanem mindent visszaforgattunk a vállalkozásunkba. Kibéreltük álmaink trilláját Budapesten a belvárosba, vásároltunk egy stúdiót, zöld háttérrel, fényképezőgépeket, és azt kerestük, hogy hogyan lehetnénk tényleg egy nagyon minőségi blog, vagy akár már egy médiaminőség. És ahogy ezek a szerződések egyre bővültek, egy nagy nemzetközi cég is megjelent a portfóliumban, és le is szerződtünk. Ez annyira megörültünk neki, hogy leállítottuk a sales-t, nem értékesítettünk tovább, hanem arra fókuszáltunk, hogy ezt az egy nagy ügyfelet, ezt a lehető legmagasabb minőségben kiszolgáljuk. Egy esős délelőtt föl is hívtak, hogy menjünk be, az első összeg meg is fog érkezni, és már csak ezért erről fogunk beszélgetni, ezért kell bemenjünk. Be is mentünk nagy örömmel, hát Mátéval ugye hát az ember ilyenkor nem nagyon nyugodt, viszont berontott a pénzügyi igazgató azzal, hogy az anyavállalat nem hagyta jóvá még a terveket, nem készült el a honlap, ez az egész egyébként most megy a levesbe, idén ebből biztosan semmi lesz, majd becsapta maga mögött az ajtó. Összes pénzünk egy gyönyörű irodában volt, kaucióban, a felszerelésben, és tényleg igyekeztünk, mert hát ott ültünk a gyönyörű antik bútorainkban, csak éppenség annyi pénzünk nem volt, hogy gyalog hazamenjünk. Ezért ebédre májkrémes paprikát fogyasztottunk. Ez úgy néz ki, hogy egy paprikát félbevágtok és májkrémmel megtöltitek. Erre volt költségvetés. Ha kockáztatod a pénzedet, akkor az idődet is kockáztatnod kell majd. És erre egy példát szeretnék hozni nektek, egy interjú keresztül megismert ember történetét. Hajnoci Soma művészvilágbajnokkal beszélgettünk, aki azt mondta nekünk, hogy annak idején, amikor ő arra készült, hogy művészvilágbajnok legyen, akkor elképesztően nagy alázattal rengeteg időt fektetett a saját műsorába. Ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy amikor a barátaival nyaralni mentek a Balatonra, akkor mindenki fölkapott egy hátizsákot és ment a strandra. Na ehhez képest Soma három bőröndben a teljes felszerelését magával vitte, és amíg a többiek lent pihentek a strandon, addig ő addig gyakorolta az érmeforgató számát, ami saját érzése szerint már nem érezte az ujjait, aztán nem tudta felemelni a kezét. Azt mondta, hogy ez egy elég objektív mérő szám volt arra vonatkozóan, hogy eleget foglalkozott a projekttel, mert amikor már nem tudta felemelni a kezét, akkor tudta, hogy aznap elég időt szentelt annak, hogy ő majd egyszer művészvilágbajnok legyen. És művészvilágbajnok is lett kétszer. Úgyhogy rengeteg időt kell majd fektetned abba, hogy elérd az álmodat. És ez kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor Patrik fölhívott engem és elkezdtünk blogolni, akkor megírtam az első blogcikkemet, fogalmam sem volt róla, hogy ez mennyi időbe fog kerülni, vagy hogy ez az idő, amit ezzel töltök, az valaha meg fog-e térülni. Úgyhogy kockáztatnod kell majd az idődet is. Kockáztas, mert amit elveszíthetsz, az amúgy sem volt a tiéd. Ha ezek az emberi kapcsolatok, amik így eltűnnek az életedbe, akkor valószínűleg nagyon felületes kapcsolatok voltak, és nem vesztettél semmit. Ha úgy érzed, hogy pénzt veszítesz, az csak visszakerült egy áramlásba, amit majd kamatostól vissza tudsz venni, amikor még több tapasztalatod lesz. Írd össze, hogy mit vesz kockára. Legyen tiszta a matek. Lásd, hogy mit kell, hogy betegyél, aztán pedig lásd, hogy mit vársz viszont ettől. Hogyha hallgatod az előadást, és hatnak rád ezek a szavak, akkor azt szeretném, hogy miután sorra vetted a kockázatokat, vedd elő az álmodat, és hívd fel egy barátodat, mint ahogy annak idején Patrik fölhívott engem. Fogjátok meg egymás kezét, vagy ölejétek meg egymást, hogy amire szükségetek van, és vágjatok bele, hiszen ne felejtsétek el, hogy a legnagyobb rizikó, a legnagyobb kockázat az, hogyha nem kockáztattok.